Kedves nézőink, egy nagyon érdekes világba próbáljuk meg önöket elkalauzolni, mert hogy a mangalica sertéssel foglalkozunk, egészen pontosan azzal a fekete mangalicával, amiről nagyon sokan azt hitték már, hogy kihalt, és hát megnézzük, hogy tulajdonképpen itt Hajdunánás határában milyen állományt lehet találni, és a 2019-es esztendőben mi történt a Vitányi tanyán. Nagyon sok szeretettel köszöntöm itt a stúdióba dr. Szabó Péter, nyugalmazott egyetemi docenst, fajta nemesítőt, fajta mentőt. Tanár úr, köszönjük szépen, hogy itt van és elfogadta a meghívásunkat. Én is köszönöm a meghívást. Azt szerintem már nagyon sokan tudják Hajdunánáson, és nagy titkot nem árulunk el azzal, hogy amit már ugye a felvezetőben is mondtam, hogy a Vitányi tanyán milyen állományt lehet találni, és hogy tanár úrék már hosszú évek óta nagyon nagy energiát fektetnek abba, hogy visszahozzák a fekete mangalicát, de elmondhatjuk azt, hogy a 2019-es esztendőben már sikerült olyan eredményeket elérni, amelynek köszönhetően elismerték az állományt, elismerték a fajtát, tehát a 20. század elején kihaltnak hit fekete mangalica, immáron elmondhatjuk, hogy ismét létezik. Igen. Talán ez az egyik legnagyobb eredmény ebben az esztendőben? Hát összegzésképpen igen, azt lehet mondani, bár akkor hadd kezdjem azzal, hogy még mindig nem vagyunk a feladat végén, mert a fajtát ugyan 19 nyarán elismerték, az elmúlt 5 évben vagy 6 évben itt és korábban Gyomaendrődön, azt megelőzően Kabáról indult ez az állománnyal folytatott kísérlet, csak akkor még 21 néhány állat volt, most meg 1500 állat született ebbe a populációba, és 5-6 év munkássága eredményeként elértünk oda, hogy mintegy 350 darab nőivarú tenyésztésre alkalmas állatot állítottunk elő, 60 darab tenyészkancsüldőt neveltünk föl, holott valójában volt 20 kis, 5-25 kilós fekete malac, koca, és 6 darab hasonló súlyú fekete mangalica kan malac, vagy süldő, amelyek valamikor az én tenyészetemben éltek, vagy annak egy része, még a 2000-es évek legelején, 1999-ben találkoztam, még a múlt évezredben, azzal a fekete állattal a kiskunságban, ami ott ki volt pányvázva az ottani tanya világban, meg a régi szokásnak megfelelően, és megtetszett, és azonnal megvásároltam azt az állományt, azt az egyedet, fölneveltük, majd fecskealsú anyákkal pároztattuk, és érdekes, nagyon nagy számban tiszta fekete egyedek születtek utána, semmiféle mendeli szabályt nem követett, hanem feketék voltak. Ebből én azt a következtetést vontam le előzetes tanulmányaim, meg az irodalmi ismeret alapján, hogy ez egy mutációs egyed volt, hisz 1920-as években úgy eltűnt a köztenyésztésből a fekete, amelyet az akkori szakírók, Enesei Dorner Béla és a Tormai Béla, aki a Debrecen Egyetemnek volt az első professzor a Pallagi Akadémiának, bár Tormai tanár úr annak idején azt mondta, hogy csak a szőke az eredeti típusa a mangalicának, majd aztán jött a fekete, amely alföldi zsírsertés és a szerémségi horvátországi feketesertés párosztatásával jöhetett, vagy jött létre. Egy másik variáció szerint messzebbről bolonyai feketesertést használtak ennek a kialakításának. De minden esetre volt egy sertés, amely a 20. század első két vagy másfél évtizedében, a második világ, vagy első világháború közepén, végén zárult az a állattenyésztési krízis, amelyben több mint 4 millió állat hullott el száj- és körömfájásba Magyarországon, és a sertéseket annak idén úgy hízlalták, hogy országos nagy hízlalótelepekre több tíz, meg százezer, több százezer állatot vásároltak. A budapesti nagytétényi sertéshízlaldának 3 vasútállomása volt, az egyiken a takarmányt, másikon az állatot, a érkező, a harmadikon a kimenő kényszerhízókat szállították el, tehát óriási nagy telepek voltak. Ezeket úgynevezett szedett állatok voltak. Na most a járvány idejében egész lementek Szerbiába és Boszniába, és onnan hozták, hajtották föl lábon ezeket az állatokat, vagy hajóval, és mert más közlekedési eszköz akkor erre célra megfelelő nem volt, és berakták ezekbe a hízlaldákba, és a szőkében sok megbetegedés volt, a ordasba, és a fekete volt a legellenállóbb.
És a sors iróniája, hogy ez pusztult ki. Kiveszett a köztenyésztésből, és közel 100 éven keresztül a szakírók sem ejtették ki, és nem írták le a fekete mangalica nevét. Tanár úr, hogy lehetséges az, hogy ott az 1920-as évek elején mindenki úgy pontot tett a fekete mangalica történet végére, és azt mondták, hogy eltűnt ez a hát, fajta. Hát, ha eltűnt, akkor ha eltűnt, nincs akkor 1999-ben hogy sikerült mégis egy egyeddel találkozni? Hát, nem tudom, erre mondom, ja igen, erre mondtam én azt, hogy ez az egyed valószínű, mikor már utódai jelentős számban születtek, hogy ez mutációból származhatott, ez egy biológiai szakkifejezés, ami azt jelenti, hogy a egyik generációra, a másik generációra megjelenő és olyan öröklődő tulajdonság, amit utána a környezet alig tud módosítani. Tehát ez az állat fekete volt, és az utódaira is ezt a fekete színt így örökítette. Bár a fekete szín ilyen szempontból domináns a többi fölött, ilyen szempontból még előny is, de sikerült előállítani, és az 1500 egyet született itt 221 fialásból, Hajdunánáson, és bocsánat, már Gyomendrőden is, vagy 60 fialás történt, és ebből 1377, nem nehéz meg, ez fekete, hibátlan fekete színű volt, semmi pigment hiány nem volt, és a maradék, és ez 91,8% és 8,2% 123 egyed volt, ami színhibás, vagy szőke, vagy ordas, vagy zsemleszínű, vagy vörös színárnyalatú, vagy ennek valami árnyalatát mutatta, tehát oda nem való, és eredményeképpen elértük, hogy kocát és kant a jövőben az utódok beállításánál csak olyan alomból hagytuk meg, ami hibátlan fekete színű. Nem azt jelenti, hogy recesszív nem volt közte még, mert később is ki fog hasadni, meg hasadhat ki. Most is a szőkéből is, a vörösből is előfordul, hogy másik három fajtának valamelyike kihasad. Hát 5-6 generáció után is előfordul ilyen egyed. De amikor már 90% fölötti ezeknek az aránya, és vannak olyan kanok, és vannak olyan kocák, a legjobb kocánk, amely 9-szer fialt, 77 malacot nevelt föl, és 7 apától, 7 kantól fialt ezt a 9 almot, és egyetlen hibás, színhibás utóda nem volt, nem véletlenül ettől, vagy 6 kant fölneveltünk, más-más apáktól természetesen, és a legjobbakat fogjuk favorizálni és továbbvinni. Ez az egyed ilyen szempontból bizonyára ő is már homozigóta volt, és örökítette ezt az utódaira. Most az a cél, hogy a szelekció során, ahol nem keresztezéssel állítunk elő fajtát, hanem szelekcióval, a kedvezőtlen tulajdonságú, elsősorban küllemű, színhibás egyed, mert ugye itt a fekete a domináns elsődleges szempont, amelyik különben, szőrköntösében, kültakarójában, fej, fülállásában, testformájában idegen, elüt a mangalica különbtől, azt ki kell zárni. Sokan azzal vádoltak engem, idézőjelbe téve, hogy a Cornwall kereszteztem a fecskehasú mangalica, és ebből csináltam a feketét. Nagyon nagy butaság és tájékozatlanság, mert először elvileg lehetne, miért ne? Az állattenyésztési szakma és a tenyésztés program előírja, hogy különböző módokon lehet fajtát. Fajta nemesítő, fajta előállító, újfajtát előállító keresztezések vannak. Keresztezés, és a vége egy fajta tiszta populáció. Ha ez a fajta tiszta populáció elér egy bizonyos méretet, mag azt jelenti, hogy önmagát reprodukálni tudja, teljesítmények szinten tartásával, amit leírunk, azt tudja, ezt már a hatóság majd ellenőrzi, tenyésztési hatóság több generációval ezt a szintet, amit leírtak, ez garantált, akkor és létszámban megfelelő, akkor a populációt elismerik fajtának. Ez történt most 2019-ben, ezzel a 300 körüli nőivarú egyeddel, igaz ennek egy jó része még nem is volt tenyésztésben, mert a 225 fialást, 21 fialást, azt 91 koca produkálta, 100 kocánk volt, de közülük vagy 6-8 nem jutott el odáig, hogy értékelhető fialást produkáljon. Tehát 91 fialás, ami azt jelenti, hogy az összes fialásnak 40%-a első fias volt. Ezek az állatok, így is ez az 1500 malac és a 221 fialás azt jelenti, hogy 6,88 volt az egy alomra jutó élő malacok száma,
ez a másik három fajta, a szőke, a vörös és a fecske azhoz képest egy malaccal több. Most én verhetném a mellemet, vagy a vállamat, hogy milyen ügyes vagyok, ezt két okból nem teszem, egyszer a szerénységem sem engedi, a másik pedig az, hogy kis populáció, ha ez nő, és eléri az 500 vagy az 1000 kuca létszámot, a teljesítménye nem fog növekedni, hanem megy lefele az átlag felé. Csökkenni fog 2-3 tizedet, vagy egy fél malacot. A másik, ami azt mondhatják, hogy kevés populáció, jobb odafigyelés. A jobb odafigyelés lehet, hogy megvolt, vagy esetleg merem kockáztatni, hogy némi szakismeret is volt ennek a tartásával, vagy a tenyésztésével kapcsolatban. Viszont azt is el kell mondani, hogy ez egy kis telep, ahol a 20-30 kocát felfejlesztettük 100-ra, változatlan alapterületen, vagy minimális növeléssel, most 800 négyzetméter, ami ott rendelkezésre áll, ez elegendő, de soha nem volt üres a telep. Vagy annak egyes részei sem. Nem tudtuk fertőzési láncot megszakítani, úgyhogy a fiasztatóba egy hétig takarítás, mosás, fertőtlenítés, nem. Mert mindig fiatal a következő egyedek. Tehát ez meg azt jelenti, hogy nem volt ez jobb az átlagtól, ez a feltétel sem sokkal. Hogy jobb takarmányt tettek, hát igen, illet megetetni azokat az állatokat a mai napig, amit előállítottunk, hogy ne negatív értelemben szerepeljünk majd a tévé műsorokba. Tanár úr, mondhatjuk, hogy a fekete mangalica, hogy jelen van és itt van, az köszönhető az ön és az önök kemény munkájának, de annak is köszönheti a létét, hogy azért miután elveszettnek hitték, valahol a mangalica génállományban azért mégiscsak ott volt, és kiki hasadt, kiki sarjadt belőle? Igen, hát fekete ritkán, de az egyik tenyészetben, egy borsodi tenyészetben, Medgyaszónak hívják a települést, ott van egy jelentős állomány, mint egy 300 koca, ott találtunk több fekete, majdnem fekete egyedet, ők úgy hívták, hogy fekete lábú, mert a fecskehasú tenyészet volt az tulajdonképpen, illetve mind a három fajtát tenyésztették. Apropó erről annyit, hogy a mangalica az valójában egyfajta volt, a Tormai Béla professzor és akadémikus is volt, ő az csak a szőkét ismert el eredeti fajnak, sőt nem fajt mondott, hanem eredeti típusnak. Hát a típus az megint más kategória, az lehet kisebb is, nagyobb is, mint a fajta, mert lehet zsírsertés, meg hússertés, ez is típus, meg békön, meg sonkasertés típus, tehát az a típus, a mangalica az ebben az esetben fajta. Na most a Fésűs akadémikussal, Radnóci doktorral és Zsolnai Attilával, valamint jó magam szerénységem, négyen végeztük el 2003-ban azt a kísérletet, amely eredményeképpen a genetikai vizsgálat azt hozta, hogy ezek önálló fajták, a genetikailag olyan távol vannak egymástól, hogy önálló fajtának lehet őket tekinteni. Mivel ennek az egyetlen kannak, ami itt rendelkezésünkre állt, van még máshol, Erdélyben is találtak ilyen feketét. Mi az országban 26 telepet vizsgáltunk meg, majdnem fekete egyed volt, hoztunk be Dombegyházról fekete kocát a Kabai telepre, a kiskanok mesterséges felnevelésére, amit a Kabai kantelepünkön végeztünk éveken keresztül, vagy 7-8 évig, Pápáról hoztunk egy fekete, fecskehas ugyanánt, egy fekete kancsüldőt, fölneveltük. Na, boldogok voltunk, a két gyönyörű fekete állatot párosztattuk, és 7 darab hibátlan fecskehasú kismalac született, ami csíkos volt, fekete-fehér csíkos, a hasa fehér, és a történetünk a csalódásba vezetett, de nem adtuk föl, mert volt hála égnek ez a állat, és ezután egyre több ilyen utós született. Sikerült 8 vonalat kialakítani, több 10 családot hoztunk létre, ami azt jelenti, hogy egy nagy szülő koca 3-4 vagy 2 lánya, annak 6-8 unokája, együtt 10-15 névaró egyed, ezek úgy rokonságukból eredően genetikailag hasonlítanak, a lányai 50, az unokái 25%-ban hordozzák ennek a nagyszülőnek a génjeit, tehát rokontenyésztés nélkül is rokonok. Most ezekre, ha ebből 2-3 ilyen családot veszünk, és egy kitűnő, kiváló tenyésztés szempontjából ideális kant viszünk rá, akár természetes, de ekkora egyedre már mesterségesen kell vinni, akkor azt érjük el, hogy apailag féltestvérek lesznek, anyailag rokonok lesznek, és akkor ezek az állatok egy vonalat képeznek.
És akkor ezekre az egyedekre egy másik vonalnak a tenyész egyedeit kellene rávinni. Tanár úr, mit jelenthet a mangalicának az, hogy elismerték a fajtát, a fekete mangalicát, megadták a névhasználatot? Ez mit jelenthet a mangalicának, és mit jelenthet az önmunkájában, mert hogy ez egyfajta, nyilván egyfajta kicsúcsosodása volt annak a munkának, amit már sok-sok éve végeznek. Hát igen, én 18 évig voltam, sőt, alapításától kezdve Mangalica Egyesület tagja vagyok, bábáskodtunk annak idején, mikor 93-ban megalakult az Egyesület az egyetem egyik szeminárium helyiségében, akkor 16 éven keresztül az mi irodánk volt, az Egyesületnek is az irodája, a kolléganőm az Egyesület adminisztrációját, szakmai adminisztrációját végezte, a számítógép, a telefon, szóval minden infrastruktúrát rendelkezésre bocsájtottunk, és még dolgoztunk, addig végeztük ezt. Nyilván eljön az ember életében a nyugdíjazás, a nyugdíj pillanata, és utána már volt idő, és tudtam foglalkozni a fekete mangalicával. A fajtának az elismerése, hát mindenképpen szakmailag sikernek könyvelhető el, nem azért, mert közön van hozzá. Nagyon kevés fajtát ismertek el az elmúlt években, mondhatnám talán évtizedben is, új fajtát. Más a kategória, amikor új hibrideket állítanak elő, természetesen. De a hibrid az nem fajta, ez meg kell jegyezni, nem lebecsülve senkinek sem a munkáját, sőt, éppen elismerve azokat a rekordfajtákat, akár növény, akár állattenyésztés, vagy kertészet, vagy gyümölcs termesztés területén. A régi fajták megmentése talán azért érdekes, mert vagy megmentjük, vagy soha többet nem lesz rá lehetőség, fajt feketét se tudtuk volna, ha nincs ez az ominózus egyed, illetve ha nem vagyok én egy ilyen félre sikerült egyén, mert az elmúlt 80 évben senkinek nem igen jutott eszébe, vagy nem vállalkozott arra, hogy ebben a munkában belekezdjen és elvégezze. Hát nekem sikerült, hála Istennek, nem kevés fizikai munka, azt én nem sajnálom, nem kevés anyagi áldozat árán, azt már szeretném, ha nem fizetnék rá a végén, de erre fedezetként ott vannak azok az egyedek, amelynek remélem értékesítése sokkal nagyobb jelentőségű lesz, és a fajta szempontjából, mint hogy én anyagilag hogy járok, vagy mennyire jól jövök ebből a történetből ki, és akkor a fajtát nem csak, hogy elismerték, hanem az elmúlt évtizedekben, de különösen mióta uniós tagunk, Magyarország a világon elsők között kezdte el az őshonosok megmentését és ezeknek a támogatását. És az unióba lépésünket követően is, emellett változatlanul kitart, élen jár, és ma ott tartanak, hogy a törzskönyvezett mangalica sertések után, egy anya után, ha a tenyésztési programot betartja az illető, adatokat szolgáltat, akkor 60, sőt 70 ezer forint támogatást kap egy anyaállatra évente. Ha azokat megfiasztatta, felnevelte az utódokat, megjelölte, és tenyész utánpótlásra hagy meg állatokat. Na most, ami eddig három fajtával megtörtént, és a 220 egyedről 94-ből közel 10 000-re felgyalapodott a kocalétszám, most sajnos vagy 2 000-rel csökkent, kétszer is. Pillanatnyilag a állategészségügyi helyzetünk, és ennek a ki sem mondom a betegséget veszélye miatt, sajnos közel 2000-2200 egyedet már megsemmisítettek, tehát csökken a létszám, de a negyedik fajta megjelenésével most már 4 fajtát, ezt is jó volna, sőt, fel kellene szaporítani a jelenlegi 300-350 nőivarú egyedet 1000-re, mert akkor már stabil a fajta, akkor tudja magát reprodukálni. A 200 körüli az a kritikus, azt mondják, hogy az a veszélyes, mert akár egy betegség, akár egy gazdasági helyzet, akár a tenyésztők egyéni helyzete, egészségi állapota, elgondolása, fizikai állapota. Az állattenyésztők sajnos a mai világban nem fiatal emberek zömében. Én voltam fiatal akkor, 50 évvel ezelőtt, mikor most is az vagyok, csak régebben, 50 évvel ezelőtt volt egy olyan mondás, hogy beszélgetnek a professzorok, hogy milyen az állattenyésztés helyzete. Hát nem könnyű, mert hogy a legjobb tenyésztők, azok már a temetőben vannak. A következő generáció nyugdíjas.
az azt követő, hát azok dolgoznak, és olyanokkal kell dolgoznunk, akik elvállalják azt a 365 napi munkát az állattenyésztésben, minden nap megetetik az állatot, minden nap megitatják, a szükségeseket megfejik, és a többi, a szaporítást elvégzik, az ivadékokról gondoskodnak, tehát ez nagyon nagy munka. Na most akkor a 2020-ban indul a következő uniós ciklus, és akkor már 4 fajta vehet részt ebbe a pályázatba. Ha ügyesek vagyunk, akkor ez a 350 koca akár 1000 nőivarú egyedet is tud biztosítani arra az időre, amikor a pályázatokat be kell nyújtani. Mi lehet a jövő, tanár úr? Mert ahogy ugye már sokszor említettük, valahol ott a 20-as években elveszett, eltűnt, kifogyott, kikopott a köztudatból a fekete mangalica. Ugye ennek több oka is van. Az egyik oka lehetett az, hogy zártabb sertéstartásra rendezkedtek be a tenyésztők, illetve inkább jobban keresték már akkor a hús alapú sertéseket. Valahogy akkor a mangalica úgy háttérbe szorult, de a rendszerváltás után úgy megint kezdett mindenki ebbe az irányba fordulni, és megint kezdték újra felfedezni a mangalicát. Igen, de lehet az, hogy a fekete is bekapcsolódik ebbe a sorba? Lehet olyan jövője a mangalicának, hogy nem csak egy olyan lelkes csapatnál, mint amit ön is alkot, vagy önök alkotnak, van ez egyfajta tenyészállományként, hanem kikerülhet gazdaságokba, és lehetnek olyan állományok, amelyek aztán részt vehetnek abban, hogy ezeket értékesíteni, és lehet is megjelenhet a piacon. Igen, köszönöm a kérdést. Amíg 1938-ban szokták mondani, hogy a II. Világháború előtti utolsó béke évben a magyar sertéstenyésztés 86%-a fajtát tekintve mangalica volt, tehát meghatározó. 1923-ban alakult meg a fehér húsertéstenyésztők egyesülete Magyarországon, és 26-ban 3 évvel utána mangalica, tehát előbb volt fehér tenyésztés, mint mangalica. Hát igen, mert a mangalicát az átlag emberek, a átlag népesség, persze gazdag fejúrak is, meg földbirtokosok is tartottak mangalicát, de fehér húsertés csak az igazán tehetősek, ahol nagy szarvasmarha telepek voltak, nagy tehenészetek, mert a savóval, a tejtermék feldolgozása során keletkező savóval, vagy hibás tejtermékek feletetésével a modern sertések, a fehér húsertést és a hozzá hasonlóak ivadékainak a fokozott fehérjeigényt itt ki lehetett elégíteni. Akkor még nem volt szója, nem volt szintetikus fehérje és aminósav, amivel ezt tudtuk volna biztosítani, de így elindult ezeknek a tenyésztése. Na most 38-ban még 86% volt a mangalica, magyarul a zsírsertések, vagy azok keresztezésének az aránya. A II. Világháború végére, vagy azt mondom, mire az ország összeszedte magát és az emberek, és mondjuk nem 45, hanem 50-et írunk, akkor ez 5%-ra zsugorodott, ez a 86%. A háború során az emberek az életben maradásuk miatt az első az, hogy étkezzenek, az életüket mentsék, és megették. Megették a sertést, megették a marhát, megették a juhat, ami volt, és örültek, hogy ha volt. Így is nagyon szűkös volt. És amikor az 50-es években elindult az ország újbóli fejlődése, a mezőgazdaság fejlődése, akkor már a fogyasztóigények változtak, egyre több húst kerestek, egyre kevesebb zsíradékot, a mangalica egészen odáig csökkent az 5%-os aránya, hogy 1970-es évek legelején 40-re csökkent a törzskönyvezett mangalica aránya, tehát elenyésző, jelentéktelen, egy kis tenyészet lehetett, már nem egybe volt, de ami törzskönyvezett volt. Hála Istennek volt máshol, ami nem volt törzskönyvezett. És ezekkel együtt ez a 200-300 vagy 500-as populáció lehetőséget biztosított arra, hogy rekonstrukcióban újra elő lehetett állítani ezeket a fajtákat, felszaporítani. Ebben magam is részt vettem. Igaz, hogy a rendszerváltás után volt erre bőségben lehetőségünk, időnk is, talán pénzünk is, meg szorgalmunk. Igaz, hogy 6-8 vonalat elvesztettük, valamikor 56 vonal volt a mangalica fajtákban, akkor még színváltozatoknak mondtuk. Ez lecsökkent 29-re. És akkor, amikor mi a 10 évig dolgoztunk, akkor előállítottunk 10 vonalat, újakat feltaláltunk, de másik 10-et vagy 9-et meg elvesztettünk. Tehát megmaradtunk ennél a 30 alatti létszámnál, vonal létszámnál, és a 3 fajtában, és most a 4. fajtával, a fekete mangalica az általam nemesített és szelektált populációval és 8 vonallal tud bekapcsolódni. A szőkébe 6, a szőkébe 9,
a vörösbe 6, a fecskehasúban pedig 11 vonal van, hát ezeknek az arányát, a középértékét tudja a 8 vonallal a fekete mangalica is. Én remélem, hogy még más tenyészetekben, a közeli jövőben néhány, 2-3-5 vonal esetleg fölbukkan, és növeli ezt a genetikai varianciát. Ma nagyon elterjedt a durokkal varó keresztezés. Ez egy nagyon jó minőségű vágott árut ad, több lesz a húsa, kevesebb a zsírja, de ugyanolyan ízletes, mint a mangalica. Bizonyos szemű, csak föl be kellene vállalni azt, hogy ez a mangalica, ami zömében a fogyasztók elé kerül, nem a kis termelő udvarából megvásárolt, vagy az ő termékei, hanem amit az üzletekben meg amit exportálunk, az 50% mangalica. Mert mangalicakocák és durokkanok, F1 ivadékai ezek. Ez egy nagyon jó. Nem is az a probléma, ezért nem is lehet senkit elmarasztalni, mert ma a vágósertés, amit elfogyasztunk, 90%-a keresztezett. Egyik fajta az anyai tulajdonságokat hordozza, magas szinten szelektálva, a másik fajta a növekedési ereje, napi gyarapodás, a hústermelés, a takarmányértékesítésre van szelektálva, az apavonal, a kettőt keresztezik, és ez adja a legjobb végterméket. 90%-ban ezt csinálják. Na most ezt lehetne a durokkal is, de el kell mondani, hogyha az igényesebb fogyasztók igényeit is szeretnénk kielégíteni, és azt mondja, én mangalicát kérek, akkor hogy szőke, vagy vörös, vagy fecskasú, vagy fekete, ezt a tenyésztés szempontjából pedig úgy tudjuk növelni az eredményességét, hogy a szőkét keresztezem a fecskével, a vörössel, vagy a feketével, vagy a vöröset a feketével, vagy a szőkét a fecskehasúval. Tehát több alternatív van. Ez ellen tiltakozik az egy tenyésztő szervezet, hogy egy-egy tenyésztő a fajta tisztán mellül ő a különböző színváltozatokat keverje. Mert akkor abból kihasad két fajtából a szőke is, meg kihasad a vörös is, meg ha meghagy egy kocát, az még hagyján. Az kétszer fial, és kiderül, hogy tarka lesz, az utót kidobja. De ha egy kannal beválít, és 10-20 kocát bebúgatnak vele, és tarka lesz az egész, akkor az menthetetlen, mert az nagy károkat okoz. Az olyan, mint a vadsertés állományban, amikor a házi sertéssel keveredik, és megjelennek a fél házi sertés, félig vadsertések, amit a vadászoknak kötelessége mielőbb kilőni, hogy ne rontja a vadnak a genetikai értékét. De aki árutermeléssel foglalkozik, és azt mondja, hogy én végtermékelőállító tenyésztő vagyok, kérek szőke kocát, és viszek rá fekete vagy vörös kant, és mind vágósertés lesz, ez így korrekt. És nem zavar be a fajták tenyésztésében, a gén megőrzésében. Mert egyébként nagyon nagy kavar tud csinálni. Korábban még azt sem engedte a tenyésztő szervezet, hogy több színváltozatot tartsanak együtt. Mert akkor kiszabadul az állat, nem is tud róla, nem ő követte el a hibát, véletlenül egy ivarzókoca kiugrott a karából, vagy a kan ugrott ki, és párzognak az állatok, és akkor meglepődik, és akkor abban lesz szabályos is, lehet, hogy észre se veszi, hogy baj történt. És utána majd ez 2-3 generáció után visszaköszön, és hát helyrehozhatatlan. Akkor már rekonstruálhatatlan a történet, helyrehozhatatlan kárt okoz a genetikai értékében. Lehet tehát akkor olyan jövője a mangalicának, hogy a fogyasztói oldalon is egyre nagyobb igény jelenik meg? Én szerintem igen. Én nagyon várom azt. Az elnökünk, a Tóth Péter úr most újabban felvetette, hogy mégis kellene egy mangalica vágóhíd, de nincs annyi, amikor 50 000 állatot tudunk évente előállítani, abból piaci forgalomban, nagy vágóhídakra, annak is csak a fele 20-30 000 kerül, a többit háztól értékesítik, vagy élő állatként, vagy feldolgozott termékként, addig nem tud ebből egy vágóhíd megélni. Az merő illúzió vagy álom. Ha nő a létszám, akkor igen, akkor van ennek létjogosultsága, és én nagyon szeretném, már 20 éve álmodozok róla, hogy amikor a bányákat bezárták, egy stabil klímával rendelkező 10-12 fokos környezetben villamosítás van, műszaki berendezés ott van, mert nem biztos, hogy minden betömtek földdel, akkor ezekben a klímás helyiségben
önmagukat klimatizáló helységekbe 10-12 fokon, csak a ventilációt kell megoldani. De a bányokban is volt ventiláció, mert egyébként nem éltek volna túl, nem élték volna túl az emberek. Ha ott a levegő mozgást is megoldjuk, akkor az a spanyol módszerhez hasonló sonkaérdésre kiválóan alkalmas. Csak nem épületekben, nem drágán megépített a tárolókban és érlelőkben, hanem a termelésből kivont tárakban, aknákban, abban kisebb-nagyobb helységekben lehetne a sonkát érlelni. Mert miért ne tudnánk olyat csinálni, vagy ott találjunk ki újabbat. A karajt is lehetne úgy így érlelni. A spanyolok a karajt is érlelik. És akkor megfizethető áron, ha a magyar fogyasztóhoz kerül, nem mondom, hogy 10 millióan együk, de hogyha 1 millió ember megengedheti magának, meg exportálni tudnánk, akkor miért ne lehetne az Unióban is ezzel piacra lépni? Ezek a jövő nagy kérdései és érdekes dolgok, amiket mondott tanár úr, hogy vajon ezek hogy alakulnak a következő években, de mi lehet vajon a hajdunánási telepnek a jövője? Mert úgy látszik külső szemlélőként, hogy tulajdonképpen elérték, amiatt létrehozták ezt a telepet. Megvan a fekete mangalica, el van ismerve a fajta, megadták a névhasználatot. Egy olyan génbank jött létre itt Hajdunánás határában, ami, hogyha nem lesz semmi baj és gond a ki nem mondott betegség miatt, ami itt a környékünkön ugye a sertésekre óriási veszélyt jelent, akkor egy nagyon fontos génállomány, génbank is rendelkezésre áll. Mit lehet még tovább ezen fejleszteni? Hát igen, itt két variáció lehetséges. Én egyszerűen azt szeretném elérni, hogy az a 200 állat, mert nem önmagáért legyen a történet, hanem ezeket értékesíteni kellene a jelen állategészségügyi helyzetben minél több üzemben, maximum 10 koca egy helyre és egy kan, és én még azt is el tudom képzelni, hogy a 10 kocát úgy adjuk oda valakinek, hogy két kant vigyen el, és próbálja ki testvér vagy azonos vonalba tartozókan természetesen, és utána fialjon meg a 10 koca, és ha egyformák, akkor mehet mind a kettő. De akkor valójában 40 kan van már induláskor, és ez egy óriási szám, a fecskehasú 1000 fölött van, és nincs több 40 kannál napjainkban, egy 20 éve működő fajta. Uh-huh. Tehát most ezt tessék el, sokan azt akarták elmagyarázni a kollégáim, hogy adjuk ki oda 5-6-8 helyre ezt a 20-30 állatot, amivel én rendelkeztem, meg az én kis cégem. Hát tehát magántulajdon, ezt ne hoztátok már szét, még ha akár aranyáran fizetitek sem, mert akkor megbukott. Hát két kocával meg egy kannal mit tudunk csinálni? Semmit. Két kocával, vagy 10 kocával és egy kannal megint nem sok mindent tudunk csinálni. Jó vagy nem jó? Ha nem lesz jó, akkor venni kell egy másik kant hozzá. Mármint, ha tarka lesz az állat. De amikor ezek együtt voltak, azonos környezetben, azonos tartás, azonos takarmány, akkor tudtuk, hogy a különböző vonalak mit tudnak. Szaporaságban, nevelőképességben, mikor érték el, milyen választási súlyt értek el, milyen volt az utónevelt malacoknak a súlya, a gyarapodása bizonyos korig, mondjuk 100 napos korig, mikor lehetett a kocákat tenyésztésbe venni. Úgy látszik, hogy ennek a négyes kocának az ivadékai hát 30-40 kg-mal nagyobbak egy éves korban, mint a másik. Az apraja 90-100 kiló, hála Istennek az 1500-ból nem igen tudok 15-nél többet felmutatni, amire rá lehet fogni, hogy ez a rokon tenyésztés miatt maradt vissza, és lett ilyen gyenge és csökött, és hiába etetem, nem nő. Mert ha beteg, akkor kezeljük. Hát több száz, az elmúlt két hétben is 2 liter injekciót oltottam bele ebbe a 300 állatba, külső-belső élősködő elleni védekezés gyanánt és fertőtlenítésképpen. Tehát egészségügyi szempontból korrektül rendben van, mert én is igyekszem mindenben megfelelni, mert tudom, hogyha valami hibát vétünk, azt sokszoros áron tudjuk korrigálni, vagy egyáltalán nem lehet rendbehozni, helyrehozhatatlan hiba következik be, de ha ezeket az állatokat ilyen 10-es állapotban, 20 tenyészetben elhelyezzük, akkor az egészségügyi kockázat is kisebb, mert mindenhol egyszerre nem történhet tragédia. Sőt, azt is terveztem, hogy legalább 10 állatkertbe vigyünk el 2 kocát és 1 kant, mert a 2 kocával 1 kant megmentettünk, ahelyett, hogy kiherélnénk, és ha értékes utód születik utána, érdekes, az állatkertet egyet sem zártak be még állategészségügyi probléma miatt. A körülmények jobbak, mint egy falu széli kis egyszerű embernél, mert szakértők vannak és odafigyelnek, meg a tartási feltételek is jobbak. A bemutatásnál is érdekes, hogy megcsodálják,
az élelmiszer, illetve a mangalica fesztiválokon, akik enni jöttek oda elsősorban és megkóstolni vagy vásárolni, akkor a csodálat vette körül a bemutatón ott lévő tizennehány malacot vagy sertést színváltozatonként, három szőke, három fekete, három vörös, meg egy fiaskoca. Most nem lesz fiaskoca, vagy ha fiaskoca lesz, az a negyedik fajtából lesz, mert a fekete is ott van. És egy miért ne lenne fias, mert a kisgyerekek azoknak örülnek a legjobban. Tehát 10 tenyészetben 20 kocával egy olyan géntartalékot tudunk biztosítani, amihez bármikor hozzá lehet nyúlni. Igent is mondott rá a Debrecen állatkert igazgatója, örült neki, és ez a nyáron volt, és most ősszel azt mondta, hogy ne haragudjak, volt egy ilyen vezetői értekezlet, és azt döntötték, hogy a meglévő mangalicát is inkább felszámolják, mint, és hogy még a feketét bevigyék negyediknek, vagy ki, ahol nincs. Mert félnek az állategészségügyi kockázatától, hogy valami látogató esetleg beviszi a betegséget, onnan jön a másik látogató, és tovább viheti úgy, hogy nem is tud róla, ebbe igaza van, hisz nincs két évtizede, amikor Angliában 6,5-7 millió állatot írtottak ki, amikor Dél-Kelet-Ázsiából bevitték az állalatti mirigyeket, vágótermékét. Érdekes, hogy a kínai az a csirkelábat, meg a kacsafejét, meg ilyeneket is megveszi. Tőlem jött egy hallgató egyszer, hogy tanárul kellene 500 tonna sertésfej. Micsoda? Kínában. Hát Európában nincs annyi jó ember. Mert ő itt tanult nálunk, Franciaországban dolgozik, de akkor inkább ő ide kötődik, és mi adnánk neki. Hát mondom, szóval erről ezt felejtsük el, mert ekkora mennyiség, mikor 10-12 millió sertés volt, akkor sem volt. Tehát ez így járhatatlan út, de biztos, hogy a piacon olyan termékekkel lehetne megjelenni, amit és újakkal. Én mondtam, hogy a pizzára miért nem lehetne papírvékony, füstölt mangalica szalonát átenni. Hogy mire megsül, addigra el is tűnik róla maga a szalonna annyira. Szinte ráolvad. Ráolvad. És az íz, illat ott lesz. Nem is tudja, hogy mit teszik. Lehet, hogy a magyar ettől rosszul lesz a magyar fiatal. Nekem van tévéfelvételem a japán televízióból, hogy kézzel, pálcikával fogták ezt a félig megsült mangalica szalonát, a könyökig kicsurgott a zsír, és nevetve ették, és ittak rá, kenyeret alig ettek hozzá, hanem tésztát ettek hozzá. És ha visszagondolunk arra, hogy most mi az a természetes táplálék és biotermék, és az állatainknak próbálunk olyan takarmányt adni, hogy bio legyen, magunk pedig megfeledkezünk arról, hogy mikor itt van a lehetőség, akkor miért ne? És fel annyiból elő lehetne állítani, biztos vagyok benne, csak kicsit oda kellene figyelni a mangalica sertést is, hogyha mezőgazdasági melléktermékeket, tömegtakarmányt ne a nagy üzem álljon erre rá, vagy a legnagyobb vállalkozások, hanem az egyszerű kis termelők, ahol tényleg képződik melléktermék, kis feldolgozó üzemeknek a melléktermékeit, nem a személytelepre viszem ki, hanem feletetem. Volt olyan mangalica tenyésztő, épp egy szanki tenyésztő, aki 200-nál több kocát tartott, és egy kis teherautóval a cukkini héját és gyümölcsnek a végeit vitte és etette az állataival, mert szegény volt, szegény, túl sok állatot tartott, de az állataim meg szépek voltak, mert ha mással nem, akkor ezzel fölnevelte. Hát ez is egy izgalmas kérdés a jövőre nézve, csak úgy, mint az előző. Kellene, vajon, biztos, vajon sikerül-e ezen az úton elindulni? Én remélem, hogy az utódaink, igen. És akkor a támogatás terén pedig azt lehet mondani, hogy az állatjóléti támogatás, az őshonos támogatás, az már olyan jelentés, hogyha valaki odafigyel és figyelmesen teszi ezt a munkáját. Nem beszélve, ha vállalkozik, vagy szövetkezik valakivel, és én termelem, te meg feldolgozod, és az feldolgozottat értékesítjük, az a legjobb. Tanár úr, ott kezdtük ezt a beszélgetést, hogy a 2019-es évtől indítottuk el a történetet, mert hogy ebben az esztendőben történt meg ugye a fajta elismerése, és a névhasználati engedélyt is megkapták. És zárjuk be akkor a 2019-es év egy másik eseményével, ami nagyon fontos volt. Megkapta ugyanis tanár úr a Magyar Arany Érdemkeresztet Áder János köztársasági elnöktől, elismervén a génmegőrzést és a fajta megőrzést. Mit szólt, amikor ezt megkapta és átvehette? Hát nem akartam hinni, azt hittem tévedés, hogy miniszterelnökségről kaptam egy levelet, hogy Áder János,
Orbán Viktor miniszterelnök úr önt fölterjesztette Hadár János köztársasági elnökhöz a Magyar Arany Érdemkereszt kitüntetésre. Magyarul valahogy nagyon rejtsütve, hogy ehhez gratulálunk, és kérjük, hogy nyilatkozom, hogy elfogadja vagy sem. Hát, őszintén szóval nem tudtam mit sem mondani. Nyilvánvaló, hogy elfogadta az ember, és augusztus 16-án a miniszter úr adta át ezt a kitüntetést. És ez amely tényleg valóban magas kitüntetést, már csak azért is, mert a fiam volt kedves elvinni, a nejem nem jött, és a fiammal mentünk el Budapestre, és 2 éve kaptam az életfa bronzfokozatát, hogy ne, ha már itt nem dicsekvésként mondom, kitüntetést, amely szintén akkor volt a lakire színem elszakadva, és akkor feltétlenül az ő segítségével közelítettük meg Budapestet. Most 2 év múlva megint jönni kellett, mondtam, hogy drága fiam, a következő 10 évben nyugodtan csinálhatsz programot, mert 10 évig nem is lehet fölterjeszteni. Csak rendkívül indokolt esetben valami más érdem elismerése gyanánt, mert szóval, hogy másodnak is jusson, és ez így nagyon korrekt, és ezt örülök is neki. Tanár úr, nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt és megosztotta a gondolatait, élményeit velünk. Beszélgettünk arról, hogy mi történt a Vitányi tanyán 2019-ben. Én hasonló jókat kívánok 2020-ra is, meg azt, hogy még nagyon sokszor találkozunk és beszélgessünk a Fekete Mangalicáról. Igen, hát én is nagyon szépen köszönöm a meghívást, köszönöm a stábnak, a stúdiónak az, hogy az elmúlt 3 évben, 17, 18, 19-ben 3 bemutatón, ahol nagyszámú közönség, szépszámú az utolsón, 11-nehány külföldi is részt vett, hogy ezt megörökítettük, fölvettük, és ezzel már mindenképpen az utókornak is üzenhetünk, mert ez a tenyészet most már bevonul a magyar állattenyésztésnek, ha tetszik, a mangalica tenyésztés történetében, szerintelenség nélkül mondhatom, és hát a fekete mangalicának megdokumentálja a létezését, vagy a születését. Tanár úr, köszönjük szépen még egyszer. Én is köszönöm szépen.